geht's für los? Na itt is vagyunk, gyerekek! Jó étvágyat, szerelem! Jó étvágyat, neked is! Akkor halózzunk! Jó kis itt, pergetős! Itt a jó rizses hús! Jó, holland így más! Jó! Izéva, savanyúsággal! Jó, savanyúsággal, gyerekek! De ez én... Hagyjának egy kis húst! De ne úgy rizsestől, miért? Szedd le róla. Semmi bár nem lesz a rizs. Jó, akkor add neki ugyan. Sziasztok, sziasztok! Mindjárt mutatom a halózást. Itt a rizs, rizses hús. Itt a finom pepperoni, csípős. Halózza! Azt nézzétek, wow! Timi is itt van. Ott van, egyet, ott van. Timi az is, itt teszik. Ő uborkával leszi. Annyira pereg, lepereg az izéről. Már lassan kanállal kell lenni. Nem, jó. Hát, hogy itt van. Ez a telefontartom, a tojástartó. Azt nézzétek. Hol a helyed, Daisy? Hagyjad már azt a kutyát most. Hol a helyed, kicsi? Ott a helyed. Jaj, most össze kell. Nem mehetünk, és itt nyámol. Itt a finom. Sziasztok! 120 ember. Itt a finom rizses hús. Pergetős rizse. Jó kis paprikával, pepperonival, köszönjük szépen. Van benne tudás. Ezt értékeled. A nők hatalma végtelen. Látod azt a főkét, aki ott ül? Rakott még sosannak. Elég lesz 5 perc, és simán az ujja köré csak. Igen. Köszönjük. Vajon hová mennek? Csücs. Hallom, hogy... Na, az is jó, a tarkonyával. Jó, felgetőz. Érzed, hogy mennyivel másabb beve? Sokkal finomabb, úgyhogy ebben fogom mindig csinálni most már. Jó kis pepperonival. Nézzetek meg, milyen pergetős a rizses húsa. Azt nézzétek. Igen. Milyen pergetős. Minőségi rizs. Nincs összetapadva. Jó, ja, Timi is eszik. Még a szambó is pereg. Hol a Daisy? Helyem. Elment a helyére. Izé, milyen rizs? Pergetős. Baszamit. Szia Valentina, köszi szépen, most lett kész a rizses hús. Jó kis izéva. Ilyen pepperoni paprikákkal. Valamilyen. Az baszmati rizs, így van, köszönöm szépen. Egy sokkal finomabb a rizses hús ebből a rizsja. Igen, meg pergős. Nem kapad össze. Ilyen pergetős a... Nem szoktuk nézni az X-faktort. Ez az évad, ez unalmas. Lenne egy utolsó feladata.
Amúgy se voltunk sose ilyen X-faktor imádók. Ó, meg. Így van. Így van. Mondom, ilyen pergetős a... Azt nézzétek. Mit akar? Leüli. Egyszer vagyok megbánya, hanem hagyja abba. Amíg a vödör felmelek. Nagyon jó. Jaj, de nagyon szórakodom. Éjszak egy csájba megy. Délre. Rizses hús. Gyerünk. Szeggyel el! Ne bántsa van el! Bofa be! Hogy a sapot a acélom is átrágja magát. Tudja, csöppet se izguljon, amíg Jussit nyomozol, mert ha elhallgat, mondja aztán... Elég, hogy érszünk! De jó. Elállítja a megfigyelésemet végző egységet, nem? Egy 15 perces részt akarok, mikor mindenki... Szia, szia, Niki! Most lett kész a rizses hús. Jó, pergetős. Rizse. Jó, Peppe Óniva. Köszönjük. Nagyon jó. Na, az is finom. Borsó leves, meg túró gombosz, az is jó. Köszönjük. Csemege. Kis kurva. Csemege. Itt Baracskáról. Hello, hello. Na, biztos finom lehet az asztal, fiók, meg a mákos talicska. Micsoda? Szia, Gina! Nem láttam, mit írta. Nem jött be. Mi újság? Mint a jó papelon. Rizses hús. Nagyon finom lett. Gyere, Déza. Gyere. Biztos jól hallom? Biztos. Jegyed. De még kéne kanállal lenni. Nem tudok mindegy, mivel leszem. Ez se villával nem kell lenni.
Sekonálla. Nézd meg. Kézzel, bazd meg. Azt ne. Kézzel jobb benne. Nem kezdje villa, meg kanál, bazd meg. Így összegyúrod. Kézzel. De jó. Bolondok az emberek. Lehet éhes, Gina. Bazd meg, pohár sincsen. Pohár sincsen. Szia, szomszéd. Főleg, hogyha a szádról a ízét visszapotyogod. Nem potyogod semmi vissza. Ne, sima izé. Csemege pepperoni. Ezek, hogyha mit tetsz az asztalra? Nézd meg hol van? Vége, gyerünk. Ja. Hát csak. Örülök, hogy jól kijöttök egymással. Kenjétek össze az állat. Roberto. Nem kentem össze. De ő a szájával, igen? Nem kenni össze. Hogy ne legyen semmi fennakadás. Higgadjatok le. Rizses húst. Mi van, drága? Jó. Hogy nem most is ettek, nézd meg. Hol voltál reggel? Egy valami a másik kezemben, nézd meg! Mi van, Dézi kutyi? Jó. Ne irigykedjél, bazd meg! Hogy te így nem tudsz edzeni. Én csak így tudok. Zsesús. Jó is. Stopp a kisztől a gucikának. Akkor csökkenti a kisztőzalmat és javítja a kisztőzérzékenységét. Csak meg a pepperoni. Persze kéne neki egy falat. Köszönjük. Kicsod már ki, Gina. Mit fog írogatni? Kanesztem, bazd meg. Rizses húst. Köszönjük.
kincseit. Azonban a legtöbb esetben nincs, aki fordolhatna minket. És nincs, aki beállhatna helyettünk. A cefebe immunrendszerünk megfelelő működését a D-vitamin, a szink és a hosszan felkívódó C-vitamin 3-as felételével segíti. Fordolhatatlan vagy, ezért vigyázz magadra. Cefebe, hatékony támogatás az immunrendszernek. Na van, mindjárt töltöm föl. Most csinálta a Timi, és csinált róla videót. A 32 szemesek az inna, a fogyasztói átlagára is kedvező, az elmúlt 4 hónapban mért átlagárak alapján. Válassza a Degazin, ha nem csak a gázképződéstől, de a felesleges kiadásoktól is meg akar szabadulni. A kockázatok... Aha, meg a nyakit csak olyan is fáj. Vagy kérdezem meg kezed orvosát. Látogasson a Petróba, és kérdezik... Köszönöm szépen, Ica néni. Öltöztesd otthonod, modern... Most csinálta Timért kis zsizsáshús. Zsékul anyukája. Ja, még ma viszed le ilyen 8 körül a kutyát, remélem. Mi? 8 körül viszed még le a kutyát. Na, hogy nekem itt este vakhangosan. A szarnél a fúrozni akár. Inkább vidd le. Majd viszem le, mert tegnap nem vittem le este. Azt reggel fél ötkor. Gyere, Dézi! Gyere! Reggel fél ötkor nyűszített, hogy izé. Nyűszített, vakkantott. Vakkangatott, hogy ő, meg lihegett, hogy ő neki vécén. Lihegett, igen. Túl lihegett, ahogy te szoktál. Akkor hát. Te is így csinálsz. Nem szokott száraz lenni. Timi alapból ilyen pergetőse csinálja. Gyere, Dézi! Dézi! Köszönjük szépen! Rizsás húz! A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg a kezelő orvosát. Dézi is szereti. Itt, ahol eltört a nyakamba a csigolya, fent. Így fáj. Nem, hogy meg a mellkasa. Csupa közvonám, én nem lehet látni semmit. Meg reggel 6-kor kell. Megy dolgozni? 12 óra. Ja. A 16 óra. Este jön haza. 9 óra valahány este. Vagy fogja fel, hogy valahogy elér haza 10 körül. Egy jó eset. Nem aludhatod. Reggel mit mondok, hogy meg kéne? Bocsi, szólik, hogy 100 kilométerre. Ez jó eset. Ugye, hogy itt mi van ebből a pentetőt? Itt a tányér. Ezt megérted. Én nem eszek én sokat, gyerekek. Én alig eszek. Nem szeretem a sört. Ritkán megiszom, de amúgy nem szeretem. Mi? Kólát? A sört. Ha iszok is a sört, akkor izét. Ez a Miller.
Ja, ez a kis üveges Miller, ez az amerikai sör. Csak azt iszom meg. Holnap tényleg meg kell borotválkozom, szeremben meg le kell vágni a hajamat. Tim is most evett. Eszik. Mi? Jaja. Itt vagy még, Gina? Nem szeretsz. Ja, most tettem. Nagyon fáj, hogy a kicsi golyam. Itt vagy még, Gina? Most vacsoráztam. Nem tudom, majd nyáron. Rizses húst. Erről most lemaradta. Köszönöm szépen. Dehogy is, nem töltöttem is. Az fönn van, de ez még nincs. Na, majd mindjárt kell a telefonod. Jó, megnézhetek valamit? Ja, persze. Ennyi. Jó, már meg is ettem. Nem mutatom meg, nem izéből készült, mutogatóból, hogy mutogassam. Megégettem a cigivel a rizses hús volt. Köszönöm szépen. Nem szoktuk nézni. Te szoktátok nézni a van életünket? Nem. Milyen az új kanapé, jó? Na, szerelmem, ez is jó. Van, azért nem mered megmutatni, mert féltékeny. Én nem vagyok féltékeny, tesó. Maci, nézd. Most ez is azt kérje, jól ennyi. Fest ez a videód is, a szokásosnak. Meg vagyok fázva, lehet, nem megyek suliba hétfőn. Kúrát ki magad. Neocitrál, C-vitamin, multivitamin. Itt a kutya, itt a Daisy. Boldog Mikulás, neked is. Na, mehetsz a helyedre, menj a helyedre, Daisy. Helyedre. Helyedre. Majd megyünk majd le, később. Mennyi? Mennyi? Mióta zabálsz ennyit? Már vettem, úgyhogy erről lemaradtál. Holnak a csámcsoktam, meg befögtem, hogy de kár, hogy nem voltál itt. Belebefögtem volna a szádba így. Már megkapta a karácsony ajándékot a Daisy is. Köszönöm szépen, mindenes. Nem én vagyok a legjobb. Te vagy a legjobb. Ti vagytok a legjobbak. Sok hülyeséget megcsináltunk. Mikor lecsuktak, hiába voltam fakadát. Ha bármit is tettem volna. Megtettem volna. Nem tudom. Ezért hagyta futni azt a csávot. Igen, azt hiszem ez is benne volt. Mikor lebuktam már, nem miattatok. Én a képen, tehát onnan kihez. Köszönjük szépen. Nyomultam. Senkire se hallgattam. Egyetlen. Most biztos lesz, majd nyáron. Annak már vége. Miért nem fogyózol? Hát miért fogyózzak? Téged most mit zavar? Az vége. Téged mit zavar ez? Gyere, árnyékban rakom a fejedet, gyere.
így a hasammal. Nehogy napszúrás kapj. Köszönöm szépen. Amikor tudod, 100 ágra süt a nap, ide jössz ide, a lábam közé, föléd megyek, már árnyékba rakom a fejedet, az keményen lecumizhatsz. Mi a férfiakat szereted? Nem tudom ki az. Nem vagy cukros. Nézd meg. A kóla is cukros. De én vagyok a Loka Pantera férje. Hogy hívják a kutyát? Daisy. D betűben, mint Dénes. Mióta vagytok együtt? Lassan 12 éve. Harmincöt lesz. Én meg 37 leszek jövőre. Igen. Tegnap is ebbe a pólóba voltál, bratyász? Igen, tegnap is, ma is, tegnap előtt is, azelőtt is, meg azelőtt is. Mégis mosópor illata van. Hány ilyen pólón van? Pluszban van még 2? Ja, jó megy. Plusz pólók ilyenek. Köszönöm szépen, Ibike. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Várjuk a karácsonyt, igen. Már megvettük ma az ajándékokat. Egymásnak is megvettük. Láttam, nálam is elkészült a tejfölös babfőzelék, lemaradtam az evésről. Finom lett, igen. Persze. Már adok módit. Követés. Kezelés. Moderátor hozzáadása. Itt is moderátor vagy. Itt szok alig várom. Kellene tájboxos nővel? Nővel nem. Szívesen. Nekünk már megvan a fa is. Nekünk ilyen egyedi fánk van. Ilyen, hogy szokták mondani? Design fánk van. Dün. Mentek a fáért vagy kanapé? Itt van már a kanapé. Itt van. Eredeti bőr, velúr. Itt van. Erről nem maradt el, mert erről nem is volt videó, meg se élő, semmi. Ja. Ja, furcsa, mert ugye a másikban tök kényelmesen hátra tudtam feküdni, ebben meg ugye ilyen egyenes háttal vagyok. Ilyen egyenes háttal vagyok. Jaj. Itt van, hátjátok. Thank you.
miért? Igen, Timi választotta. Kinyithatós, felnyithatós. Minden. Mindjárt mutatom a rizses hús nektek. Ilyen lett a rizses hús. Figyeljétek. Ami ennek kell, hogy legyen, gyerekek. Nézzétek. Ennek pont úgy kell, hogy legyen. Nézzétek. Tele van hússal. Mi kell, hogy legyen, azt nézzétek. Pergetős. Látjátok? Nagy lábassal. Itt van. Finom pergetős rizsa. Ugye ennyi. Ja, és pont oda passzol amúgy az ágy. Így van. Jó. Jó van, gyerekek, én lassan elköszönök. Megyek cigizni. Most nézzétek el, hogy nem vagyok megborotválkozva. A hajam sincs lenyírva. De azért dzsukkel vagyok, nem? Vagyis nem dzsukkel vagyok, hanem jól nézek ki. Már nem kutya vagyok, mert ugye cigány van, dzsukkel az kutya. Jól nézek ki. Tudom. Na, jó éjszakát nektek. Sziasztok!